Sziasztok, Jancsak Árpád vagyok az itfölcs.hu-ról. Itt van előttem az Acer Aspire R15 Speed nevezetű 2-1-ben készülék, ami elsősorban notebookként, de másodsorban tabletként is használható készülék. Ugye a kicsomagolásban mutattam, itt a Fed lapját egy Acer logó fedi. A kijelző hátlapja enyhén benyomható, de ez nem lesz zavaró senki számára, sokkal nagyobb oldjátékot vagy benyomhatóságot produkálnak hasonló kategóriás készülékek. Egyébként az ára ezzel a felszereltséggel, amit majd mindjárt részletezek, több mint 400 000 forint. Magyar billentyűzettel nem is kapható, ha minden igaz. Ez is egy magyar karaktereket nélkülöző billentyűzettel került hozzánk, mint tesztkészülék. A kicsomagolásban szinte mutattam, hogy van egy ilyen kis adapter is hozzá, egy vékony tűvel, egy 45 wattos adaptert kapunk, de nem is ez a lényeg. Talán a gyenge pontja az a HD felbontás, mivel ez az ár már szerintem azért tartalmazhat egy Full HD-s kijelzőt, 1366x768, tehát a felbontása a kijelzőnek. Egyébként szálcsiszolt alumíniumból készült az egész ház. Nem nincsen műanyag hatása, csak egy-két helyen esetleg, valamint az alján. Hogyha a jobb oldalát megnézzük, akkor van egy tápcsatlakozónk, egy HDMI-nk, USB 3.0-nk, egy SD kártyaolvasónk, valamint egy audio kombónk. Az elején lesz 2 darab visszajelző ledünk, más nem találunk ott. A bal oldalán pedig van egy hangerőszabályozónk, ugye a tablet módnál ez hasznos lehet. 2 darab USB 2.0-nk, valamint itt oldalt van ez a picike bekapcsoló gomb, valamint egy biztonsági zárhoz egy csatlakozó. Hogyha megnézzük itt a zsanérokat, akkor szép, dizájnos és igényes kivitelt kapott. Itt hátul van egy szellőzőrácsunk, egy jó nagy, ami az aktív hűtést, vagyis az aktív ventilátort levegőjét fogja kivezetni. A zsanérok fémből készültek, elég stabilnak tűnnek egyébként, bár a kijelzőnek van egy kis holtjáték, amit majd mindjárt megmutatok. A hátlapja eltávolítható könnyedén, 12 darab csavart kell kicsavarozni ahhoz, hogy levessük a hátlapot, és itt a két sarkánál lehet megbontani a házat. Egyébként ez a 4 szellőzőrács is az aktív hűtés segítségére van. Itt távozhat a meleg levegő, valamint bemehet az utánpótlás. Hogyha kinyitom a készüléket, akkor pedig folytassuk is tovább, hogy mit tud ez a kis készülék. Szóval, hogyha kitérek a hardveres felszereltségére, ez a több mint 400 000 forintos készülék egy Core i5-6200U-s processzort kapott, 12 GB RAM-mal, van benne egy 128 GB Hynix SSD, ami M.2-es foglalatba lett helyezve, vagy helyezhető, és van mellette egy 2,5-es Western Digital 1 terás merevlemez is, kiegészítő tárhelyként, ami nem is jön rosszul. Külön grafikus kártya nincs benne, viszont a grafikus vezérlő egy HD Graphics 620-as. A kijelzője Full HD felbontást sajnos nem kapott, ahogy már említettem, így 1366x768-al kell, hogy megelégedjünk. Ez talán az egyik gyenge pontja, ahogy szintén már említettem. Viszont IPS panelles érintő kijelzőnk van, ami elég jól reagál, viszont eléggé tükröződik a kijelző, ahogy látható is.
talán oldalról lesz majd látható bekapcsolás közben. Ami még egy ilyen árkategóriában gyenge lehet első hangzásra is, meg gyakorlatban is, az a 0,9 megapixeles webkamera, amit itt középen helyeztek el a kijelző tetején. Egyébként ugye látható, hogy a tükröződés a fényes kijelzőnek köszönhető. Itt a kijelző alján van egy észerlogónk, kicsit hajlik a kijelző, de ugye nyomogatni nem nagyon kell. Hogyha a kijelzőt lehajtjuk, akkor vannak ilyen védőgumírozott csíkok, itt is, itt is. Itt a billentyűzet fölött elhelyeztek kettő darab hangszórót, ami Dolby Surround hangzást biztosít. Egyébként elég jó a hangzása, vagy hangja, a készüléknek maximális hangerőn sem tűnik dobozhangnak. A billentyűzet jól használható, a touchpad kicsit balra lett elhelyezve, a gombjai nem túl hangosak, jól használható ez is. A billentyűtök is viszonylag rövidek, és a számok és a betűk azok teljes méretű billentyűzetek. A funkció billentyűk lettek kicsit kisebbek, valamint meg kell elégednünk a fel és le gombok fele méretével is. Viszont van numerikus billentyűzetünk is, ami kicsit zsúfoltan lett mellé helyezve a többi billentyűnek, vagy billentyű mellé. És azt hiszem, hogy ennyit akartam így hirtelennyében elmondani a külsejéről. Kapcsoljuk is be a készüléket. Talán még a bekapcsolás előtt annyit el lehetne mondani, hogy levettem itt a kesztyűt közben, és itt az új lenyomatokat is viszonylag nagyon megjegyzi, de viszont könnyen takarítható. Itt, hogyha végig kopogtatom, akkor hallható, hogy elég masszív anyagból készült. De hogyha bekapcsoljuk, akkor látható lesz itt oldalt a bekapcsolóval bekapcsolom, hogy kapott billentyűzetvilágítást, ami egyállású, vagyis többen erőssége az nem fokozható, egyállású billentyűzetvilágítás, tehát a billentyűzet az angol kiosztású jelenleg, szóval magyar ékezetes betűket ne keressetek rajta, és viszonylag gyorsan, sőt nagyon gyorsan bejött a Windows jelszókérő képernyője. És már használható is a készülék. Szóval elég gyors bútorást produkált, mondjuk nem is csoda, a Core 5-ös processzor és a 12 GB RAM, valamint a 128 GB SSD együttműködésének köszönhetően elég gyorsan be fog jönni minden. Itt hát számomra idegesítő előre telepített szoftverek jelennek meg, mint például a McAfee és a Dashlane Password Manager nevezetű szoftver, amiket érdemes eltávolítani a megvásárlása után. Egyébként erre a cikkben is kitérek, hogy elég sok fölösleges szoftvert telepít rá az Acer, de ez könnyen orvosolható ezek eltávolításával. Az érintő kijelző is jól reagál. Annyit még nem is mondtam, hogy a kijelző ugye 360 fokban kihajtható, mivel ez egy 2001-ben készülék, tehát tabletként is teljes mértékben használható. Ezt a klasszikus sátor, valamint a többi tablet móddal is kihasználhatjuk. És természetesen a Windows is át fog váltani tablet módba automatikusan, de most nézzük is inkább azt, hogy hogyan használható ez a gyakorlatban. Még pár kisebb dolgot meg fogok mutatni ebben a bemutatóban.
mondjuk a hangzásra készültem itt egy könyvjelzővel. Talán oldalról látható, hogy azért tükröződik a kijelző, valamint a már említett holtjátéka is megvan. Tehát ez legyen a legzavaróbb tényező benne. Egyébként tényleg masszív, viszont nem olcsó készülékről van szó. Hogyha a fényerőt szabályzom mondjuk a gombokkal, akkor ez a minimális, ez pedig a maximális fényereje, szóval ezzel se lesz gond. A hangerő most minimálisan lesz, de hogyha elindítok egy zenét, akkor hallható, hogy szerintem dobozhangnak nyoma sincs. Ha kicsit belepörgetek, akkor talán zenét is fogunk hallani. Szóval megyek fölfelé a maximumig, és szerintem nagyon jó hangzása van ennek a készüléknek egyébként. Talán a zenei hangzásról. Van természetesen több funkció billentyű, például az F3-osra a Wi-Fi-t kapcsolhatjuk be, F4-esre a VOD módba tehetjük, F5-ösre különböző képernyő módokat választhatunk, vagy kiterjeszthetjük a képernyőt, esetleg több kijelzőt használhatunk. És további beállítások is lehetségesek, például az F8-assal némíthatjuk, vagy az F9-essel a billentyűzet világítást kapcsolhatjuk ki és be. Egyébként a billentyűzet világítás az automatikus, szóval, hogyha elalszik és utána hozzáérünk egy billentyűhöz, megnyomjuk, akkor természetesen fel fog gyulladni, de hát ez nem egy meglepetés, de azért megemlíthető. A kijelző a már említett HD felbontást kapta, ami talán kicsit csalódásnak fogható fel. És hogyha megnézzük itt a rendszer adatait, akkor látható a már említett Core i5-6200U processzor, 12 GB RAM-mal van megáldva, Windows 10 Pro 64 bites operációs rendszerrel ez a készülék, valamint, hogyha megnézzük az eszközkezelőt, akkor itt látható, hogy természetesen akkumulátor is van benne, amit még nem említettem, ez egy 3090 mAh-s aksi, amivel hogyha nem maximális fényerőn használjuk, és nem egész nap videót nézünk, szóval egy munkanap használjuk általános dolgokra a készüléket, akkor egy munkanapot bőven ki fog bírni. Itt van a már említett HNX 128 GB-s M.2-es foglalatú SSD, valamint az 1 terabájtos Western Digital merevlemezünk, ami ugyan nem túl gyors, de kiegészítő tárhelynek, nagy tárhelynek bőven jó. 5400 RPM-es fordulatszámot kapott egyébként. Van egy Intel HD Graphics 5520-as adapterünk. És minden egyéb viszemszájnak ingere. A Bluetooth-unk természetesen. Wi-Fi adapterünk. És minden olyan, ami
megszokott egy alapgépnél is. Szóval röviden ebben a nem tesznek felfogható bemutató videóban ennyit szerettem volna bemutatni a készülékről, amire még talán ki lehet térni, az érintő kijelzőnek a használata. Hogyha így behajtjuk, akkor kihasználhatjuk a teljes 360 fokos kifordíthatóságát a kijelzőnek. És hogyha most ki van kapcsolva az automatikus átváltás, de hogyha átváltok tabletmódba, akkor látható, hogy milyen gyorsan és jól reagál a kijelző. Könnyen tisztítható egyébként, az új lenyomatokat meg fogja jegyezni, meg fognak rajta látszani, de könnyen tisztítható. De viszont, hogyha sokat tapizzuk, akkor az kivéthetetlen, hogy legyen rajta új lenyomat. Szóval gyorsan reagál erre, igazából nem nagyon térnék ki jobban. Jól használható és tényleg hasznos kis készüléket ismertem meg ebben az Acer Aspire R15 Spiritben. Még itt talán a hátulját nem mutattam közelebbről. Ez egy R3-571T jelölést kapott ez a készülék. Kilépünk a tablet módból, és akkor visszakaptuk a Windows-os normál felületünket. Szóval ennyi lett volna az Acer Aspire R15 Spirit nevezetű notebook. Olvassátok el a hozzátartozó cikkünket is. Sziasztok!